Bárral jó sok éve, 4-5 éve foglalkozom, mármint szájdéder és fordítóként. Ezért mondtam, hogy ez a téma nem technikai lesz nektek, viszonylag kevés PHP kódot fogtok látni, fogtok, de ez nem olyan mélységekben lesz. Ami témát hoztam, az nem magyar fordításról szól. Aki emlékszik rám, vagy láttatok már előadást, én sokszor ugye azért szoktam dugókon így kiállni színpadra, mert hogy arról szoktam statisztikákat, friss eredményeket közölni, hogy hogyan áll éppen a magyar fordítás. Na, ma erről nem lesz szó. De csak érintőlegesen. Amiről viszont lesz szó, az a globális nemzetközi dubák közösségnek a előre jutásáról fog szólni, mert hogy van nekem egy reményem, amit én azt gondolom, hogy nem csak én osztok, nagyon sokan ismeritek Nagy Zsoltot, a Balagan alias néven fut, aki hivatásos fordítóként is dolgozik, és ő ismerkedtetett meg velem a Drupal 8 kézikönyv fordítása során a fordítási memória és egyéb más CAT toolok, Computer Aided Translation eszközök csodálatos világával, ami egy óriási segítség a mai 2019-es világban. Mert hogy, ahogy majd látni fogjátok, jelenleg a felület honosítása az sok oldalról megtámogatható. Na de visszatérve arra, hogy ez a projekt, amiben én most így belevágtam, az így indult, még a kezdetek kezdetén, aztán később láttam, hogy ez kicsit bonyolultabb lesz. Nem lesz olyan egyszerű gyaloggalok, majd mutatom, hogy miért, de remény az van, mert hogy ott a jobb alsó sorokban van egy kis ösvényünk, ami hát még korlátok is segítenek minket, hogy leessünk a szakadékba. Szóval kicsit hosszú lesz ez a folyamat, de én abban reménykedem, és itt nézek közben Gobára, hogy a D9-es megjelenéssel van egy évünk 2020-ig, hát ha talán addig már ki tudunk taposni egy olyan ösvényt, ami segíthet más fordítói közösségeket is, kik az erősek, ukránok, németek és norvégok, ők azok, akik hosszú éveken keresztül nagyon nagy mértékben fordítják a Drupal felületét. Már az elején kezdem, hogy kicsit hibrid lesz a prezim, mert angolul kezdtem el írni, és a magyarítása az így menet közben jöttem rá, hogy inkább akkor magyarul kéne csinálni, úgyhogy nem baj, ez így a agilitás szemszegébe belefér. Úgyhogy mondok egy pár szót arról, hogy miért kell ebbe a dzsungelbe most, miért érzem azt, hogy ebbe a dzsungelbe bele kell mászni. Ismeritek, Goga még emlékszik is rá, ez egy nagyon örömteli hír volt 10 éve, amikor elindult a Localized Drupal org, ami egy óriási előrelépés volt abba az irányba, hogy ne kelljen PO-fájlokat csomagolni az akkor még 4.7-es, meg 5.x-es modulokhoz, meg kórokhoz, talán aki akkor használt Drupalt emlékszik, hogy mindig voltak per translations mappa a modul gyökerében, amiben ott volt a hu.po, uk.po, meg egyéb más PO fájlok, amik mindig egy verzióval elmaradottabbak voltak, mert mire ő bekommitelte a friss fordítást, addigra frissült a PHP kód is, és ahhoz még nem tudta betenni a... Tehát volt egy ilyen nonsense dolog, és hát erre óriási előny volt az, hogy lett nekünk egy ilyen központi felületünk. Úgyhogy ez idén, augusztusban jubilált. Ahogy látjátok, hogy nagyon szépen a D8 ugye sok nációnál elérte a 100%-os szintet. Említettem, hogy magyar oldalról csak kicsit fog szólni. A magyar D8 az már nem 100%-os, a 8.4.4 óta idő és érdeklődés hiánya miatt. Egyre jobban csúszunk le, de valamikor ott voltunk mi is az ukránokkal, volt, hogy fejfej mellett versengeztünk, hogy a új kijövő minor verzióba bekerült új egy stringet, mi húzzuk be, vagy Jevgenyiék. És volt, amikor mi húztuk be, úgyhogy mi kerültünk először 100%-osan a lista tetejére. Na, nem is a zöldekről akarok beszélni, amit az oldalsávon van sok szép szám, ami mind igaz és való, de nézzük meg őket kicsit közelebbről, mert szeretünk számokat elemezni. Rögtön ketté is lehet bontani azzal, hogy lefordítva magyarul, ha már magyarabb vezi. Tehát a felső részében ez nem igényel túl sok magyarázatot. Aki nagyjából szerintem tudjátok, mert volt, ki az, aki szállított már ügyfél projektet nem angol nyelven?
Szinte mindenki. Jó, oké. Ha ez a projekt tartalmazott felületfordítást, mondjuk az ügyfél elvárta, hogy a gomb felirata az kosárba tétel legyen, nem pedig adtuk át, akkor valószínűleg, és lusta voltál magad kézzel PO-fájlokat hegeszteni, akkor valószínűleg te már használtad ezt a adatforrást, tehát ebből a rengeteg stringből te már egyet töltöttél le, mert valószínűleg nem csak egyet, hanem több tízezret. Tehát a magyarul telepíted a duplát. Már a D8-et ugye magyarul telepíted, akkor az ugye ide szitkázik föl, ezért aztán visszacsatolva a TP előadására, a mai előadásukra, hogyha gyorsan akarsz szájtot felhúzni, és a webes felületet használt, ne válasz angoltól eltérő nyelvet, mert plusz két lépés fog bekerülni az installerbe, meg plusz három perccel később fogsz eljutni ebédre. Úgyhogy tök jó egyébként a D8-ban ez, de most nem is a D8-kal beszélni, ezt már 4 éve is tök jó dolog volt. Ugye, amikor valaki modulfejlesztő, core committer, bárki a Git-be bekomitol új verziót, új teget pusol fel, abból új release-t bocsát ki a Dorgon, akkor ott mindenféle mágiák a háttérben ezeket a release-eket benyalják, és átvizsgálja a POTIX nevű modul, hogy milyen olyan fordító stringek YAML fájlban, T-függvényben, plural form függvényben és egyéb más fordító stringek bukkannak elő, amik hasznosak lehetnek arra, hogy lefordítatódjanak. Ebből aztán ő éjfélkor készít új release-eket, és akkor ezeket a fordítók lelkesen már nézhetik is másnap csillagnál. Úgyhogy ez a felső a gépi, az alsó az pedig az, amit ugye emberek munkája eddig a múltban és a jövőre, hát ugyanis az látszik, hogy rengeteg admin meló van még hátra, ismétlen megint globálisan, tehát ez nem Magyarországról szól, ez minden náció. Mi magyarok még egész jól állunk, mert nekünk csak 2000 elbírálásra váró javaslatunk van. Mielőtt azt hívni valaki, hogy döglött a magyar fordítás, megjelent egy srác, nem tudjuk kicsoda, T. Dombos a fiktív neve, az Opigno elemes, itt van? Ha itt van, tegyél fel a kezét, majd váltson már egy pár jó szót, én több szívesen beszélnék, mert félő, hogy nincs itt. Vagy ha nézi ezt. Vagy ha nézi, akkor unmute-od most a mikrofonod, igen. Na, T. Dombos az elmúlt egy héten, tehát most szeptemberében 6-700 stringet fordítást beküldött az Opignóhoz. Óriási, tehát 700 string egy részét importálta, tehát az azt jelenti, hogy PO-fájt valahol hegesztett valahol editorban, vagy saját lokál szártyából kiexportálta. Zsófi mosolyogva bólogat, mert Zsófi egy nagyon sokat, meg Sanyi, Pandalon Sanyi, itt van? Elment már. Mindegy, tehát de valószínűleg többek, kevesebben küldhetett már be fordítási javaslatokat, tehát átadjátok. Az óriási, én nem tudom, hogyan csinálta, és a túlnyomó része tök jó. De jó azért, vannak ilyen stilisztikai dolgok, vagy én vagyok túl szőszállósoltó, de a srác él, és küld, és reagál, és na, tök örülök, és meglepett. Még a külpárolatos profilja alatt küldi? De az a tétó. Ráírtam aztán privátban, hogy nézze vissza a korrigálásaimat küldje be újra, még este órákon belül visszaküldte, tehát nem egy bot, hanem valószínűleg így, hogy nem egy bot. Na, tehát mi még a 2000 elfogadásra váró javaslatunkat tök jók vagyunk, de csehek például csehlámnak, nekik 30 000 elfogadásra váró javaslatuk van, hogy értsétek, ez azt jelenti, hogy effort, emberi erőfeszítés van beletében, a sorompónál állnak, nincs admin kapacitás, két gyerekes családapák küldetési idő után már nem érnek oda, hogy elfogadjanak még hobbi időben ilyesmit, nyilván túlzok. És ezek a stringek kikapnak. Jönnek, ezek még 5-6x-es stringek, amit le lehetne fordítva 2009-10-ben, de nem jutottak be, soha nem lett belőlük PO-file, soha nem töltöttek le sehová, se ügyfél projektre, se lokál. Ott állnak, 439 000-en, és jó, hogy vannak, de lassan már felmerül a kérdés, hogy minek. Szabad Dénes mondjam, de túlozzak. Ne túlozzak, jogos, köszönöm Dénes, igen. Dénes is egyébként aktív a fordításban, úgyhogy... Bocs, azt hittem, nem túlzol.
Mármint a mivel? A chatben. Ja, azt én olvasom is, megjött a hang, Boros neki a bejön a háttérben, nincs Boros a helyzetben, nem túlz. Na, nem túlzol. Igen, Dénes Szabó megerősít, akkor igen. Úgyhogy, ha emlékeztek erre a... Nagyon jó, lesz róla szó. Fél időnél járok, akkor most egy kicsit elkapcsolok, eddig is hadartam, de ezentúl akkor jobban fog hadarni. Na, tehát a... Osztályegyeti kerékpárosok vágyálma, gyönyörű sima erdei aszfalt út végén én azt remélem, hogy ez az emberi helyet ez majd tud lenni gépi. Mert hogy kicsit már PP kérdését is így előre hozza, ebben tudnánk ma már mindenféle okos algoritmusokat használni. Hozzáteszem, ezek nem tanuló algoritmusok még, tehát azért még ilyen marketing buzzword és egyéb más mesterséges intelligenciákra most még itt ne gondoljunk, de vannak már, meg a cél az az, hogy ezeket tudjuk majd egyszer behozni. Ugyanis csak három példát hoztam arról, hogy jobban értsétek, amikor ti programozóként, vagy hát most már szerencsére mondhatom, hogy mi programozóként PHP kódot, vagy bármilyen kódot beküldünk a DOR gitjére, akkor nem is gondolunk arra, hogy hát ez egy tévfüggvény. Hát én azt akarom, de kiírni neki, help, izé, húkot, meghívom, legyen ott a tetején egy bekezdés, ez a modul azt csinálja, hogy oké, angolságommal megfogalmazom, húf, mehet, kész. És azt, hogy mit küldesz be tévfüggvénybe, az aztán nagyon sok fordítónak fejfájást fog okozni később a mostani helyzetben, mert hogy ahogy ugye működik az egyeztetése az újonnan bejövő szringeknek. Itt egy olyan példát látok, ki is nagyítom, amiben Sanyi és én, itt látjátok, hogy egy nap eltéréssel ő helyben fordította a felületet, én pedig egy bírófájból importáltam, ugyanazt a stringet lefordítottuk tulajdonképpen kétszer. Nem beszéltünk össze, nyilván, ha összebeszélünk, nem csináltunk volna dupla munkát, de tulajdonképpen bement, kétszer forgattuk az agyunkban ezt a stringet, és kétszer annyi kalóriát égettünk el, holott pedig egyszer is elég lett volna. Egy másik példa, amikor nyilván használhatsz plurál formulában egy stringet, és használhatsz simán csak egyszerűbben. Ez két string lesz a felületen, ami hát csak azért gond, mert hogy ezt valaki nebe kell utána küldeni kétszer, és pedig maga ez bitre pontosan ugyanaz. Tehát keresünk egy olyan algoritmust, ami erre sípol, hogy hello figyú, ne gondolkodjál rajta, mert ez már megvan oldal. Nyilván ismeritek ezt a kifejezést, ebben elég konzekvens a Drupal ökoszisztéma, hogyha valamit törölni szeretnénk, akkor a confirmation form az általában ezzel a mondattal kezdődik. Ami azt jelenti, hogy ha rákeresel, akkor 10-es oldallal számolva 3000 előfordulása van különböző stringeknek. Pedig ez a négy szó, ez magyarul az esetek többségében ugyanúgy hangzana. Biztosan törölhető az XY entitás vagy akár. Na de, léteznek ingyenes eszközök, amiket én most itt egyet bemutatok. Ez egy tulajdonképpen egész profi cucc, leszámítva a UI-ját, ami valószínűleg még a 2000 előtti évekből maradt itt, egy párhuzamos univerzumból, de tulajdonképpen működik és azt csinálja, amit ígér. Ami nagyon érdekes, de nem is kell mutogatnom a screenre, mert itt én ezeket így kiemeltem, hogy százalékos egyeztetés alapján megpróbálja megtippelni, hogy az a string, ami éppen állsz, az körülbelül mennyire egyezik azzal, ami neki már itt a tortának nevezte segi. Tehát az ő tortájában már ott van. És ő ugye jelzi, hogy hát ez nem pont ugyanaz, de tulajdonképpen akár hasznosíthatsz is belőle valamit. Most el tudjátok képzelni, hogyha nekünk az are you sure for akármi már benne lenne ebben a szótárban, akkor az összes 3000 stringnél ezt tudna sípolni, hogy hello figyú, ezt már egy kattintással be tudnád húzni, menj a többi mondatra, mert hogy akkor ebben már ne fektess erőt. Itt átváltanék viszont akár egy olyan mutatványra, hogy amikor viszont listázunk, akkor ezt így, micsoda itt nekem, és ott is menjük.
hogy van nekünk egy ilyen nagyszerű szűrőnk, ami kínál nekünk mindenféle szűrési lehetőséget, amikkel hát nyilván élni is szoktunk. Ami nehézség az, hogy kisbetű, nagybetűre nem érzékeny, tehát magyarul egybe listáz mindent, és hát nyilván, ahogy láttad, több százezer stringnél a regexre meccselés az lehet, hogy kicsit túl nagy elvárás lenne, pedig néha nagyon jól jönne, de ne legyünk telhetetlenek. Én hát így kitapasztaltam évek alapján, hogy nagyjából ezt így hogyan lehet hackkelgetni. Néha el szokott kapni a partikulát, hogy hívják ezt a spamvédőbotot, amit most ugye a dorg szájtok mögé beadtak. Igen, néha rekapcsolat kell fejtenem, pedig abszolút jó szándékúan éppen csak kontribútálni szeretnék a közösségre, de nem baj, legalább Amerikában tudjuk, hogy hol vannak pontosan mi tűzivízcsapok. A lényeg az, hogy... És lámpák, és hogy néznek ki a kerékpárosok, egy lekötött kerékpáron, mert nyilván azt egy képelemző algoritmusnak nagyon hasznos tudni, hogy egy oszlophoz kikötött bicikli hogyan néz ki pontosan. Na, de ne térjünk el a témától. Én amit először akartam csinálni, és ezt meg is mutatom, az az volt, hogy én szerettem volna a terminológiánkat, az egyszavas szótárunkat ebbe a térbe valahogy kivinni. Miért pont a terminológiát, hogy itt írtam is a címében az egyszavas dolgok, action, user, profile, mit tudom én, ismertet is rengeteg angol szót, nem sorolom őket, azért, mert ezek könnyen hordozhatóak, és várhatóan egy magyar szóból állnak. Ugyanis a stringek, amiket a tévfüggvénybe beküldünk, sokszor több mondatból állnak. Pa-pa-pa, helphookokban, izé csináld, ezt csináld, de azt, ha nem tetszik, akkor izé küld tiketet, stb. Na most, ami nekünk itt a LDO felületén egy hosszú tévfüggvényből három mondat, azzal nem fog tudni semmit kezdeni a fordítási memória, aki mondatokat néz. Tehát szembesültünk, és itt jön a dzsungel szimbólum be, a szegmentálás problémájával, amire jelenleg nincs ötletem. Oké, van pár nyelvész ismerősöm így szegről végről, velük is elkezdtem egyeztetni, hogy erre mi a legjobb megoldás, mert a regexekkel a magyar nyelvet elég nehéz lefedni. Többé-kevésbé lehet, csak itt ugye több tízezer stringről beszélünk, és egy regex nem tud mindenre meccselni, sőt, két tucat vektoron sem tud meccselni mindenre. Úgyhogy elkezdtem a szavakat kivinni. Na most hogyan viszel ki ebbe a szűrőbe dolgokat? Hát gondoltam azon, hogy csinálok egy test user-t, és akkor azzal a test user-rel én beviszek content javaslatokat, és akkor tudok majd visszűrni ebben a vizében, hogy akkor az a test user az mit csinált, és akkor már lesznek mindenféle test user-eim, egyik a egyszavas stringekre, egy a sokszavas stringekre, egy a nem tudom, a modul nevekre, stb. De hát ez azért hülyén nézne ki, hogy ilyen fiktív spam userek vannak. Gondolkoztam azon, hogy kontextusban valahogy fölvinni ezeket a stringeket, csak az baj, hogy akkor abban mindig új stringek lesznek, hiszen ha már egyszer fel van az, hogy action, kontextus definíció nélkül, de beküldesz még egyet, hogy action, de ebben a mondjuk teszt kontextusában, puff, kaptál egy új string ID-t. Na, hát pont nem ezt akartuk, hanem én azt akartam volna megcímezni, ami már fönt van. Úgyhogy azt találtam ki, hogy ahogy működik most ez a szisztéma, hogy fölviszek fake modulokat. Beregisztrálok olyan, főleg, hogy ma már bárki regisztrálhat config modulokat, csinálok olyan fake modulokat, amik le vannak írva a readme-ben, ne telepítsd, ne húzd be kompozerből, nem csinál semmit. Valószínűleg nem is települne egyébként, infofájuk van egyedül, meg ahogy látjátok, sok-sok PHP fájuk. Egy ilyen PHP fájl nem meglepő módon az abból áll, ha a szókészletből írjuk. Ha van bárkinek jobb ötlete, beszéljük meg ebéd közben, ebéd után, mert engem tök érdekelne, nem állítom, hogy ez egy okos és elegáns megoldás, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez még itt talán működni tud. Ugyanis, amikor így valaki azt akarja mondani, hogy oké, akkor én most szeretném látni ukrán nyelven a szavakfordítását, de bármely nyelven, akkor azt mondom, hogy elmegy, mert nézem a fordításait annak a modulnak, ennek a fake modulnak, mondjuk rá. Látszik is, hogy elég sok hosszú a zöldjük, tehát magyarul sok mindent megcsináltak.
és ott vannak neki az egyszavas dolgok legyűjtve. A szószedetünk ott van. Miért jó? Ja, igen. És akkor látszik, hogy persze az, hogy author, az egy nagyon népszerű szó, rengeteg core verzió használja, mellette rengeteg contrib modul verziója használja, blablabla, nem mondjuk a lista legaljára, és ki használja még? Valahol biztos ott vagyok én is, a lehetőség volt. Na minden, de tudjátok képzelni. Ott vagyok. Tehát, hogy ezzel tulajdonképpen bejelentkeztem, és azt mondom, hogy ezt a stringet én is szeretném használni az én fake modulomban, és hogy ez miért jó nekünk. Minden modulról készül évfélente package, mármint PO file, amit ki tudsz exportálni. Mert hogy nagyon szeretjük az LDO-t, és még egyszer köszi mindenkinek, aki annak idén közreműködött, és mind a majdnek még a fenntartásában közreműködik, de valahogy nekünk ezt az aranyat most innen ki kellene talicskáznunk valahová, amit nem tudjuk. Hát elképzeléseink vannak, hogy hová, például az előbb látott fordító támogató eszközbe, de hogy nekünk innen most ezeket a cuccokat ki kell lapátolni, úgy, hogy majd vissza tudjuk utána lapátolni PO-fájlóként, hiszen importálni tud a PO, majd az LDO, bocsánat. Úgyhogy ami ennek a metódusnak a hátránya, az az, hogy amint említettem, a szűrés az nem túl, tehát hogy nem tudsz egy szavaksakra rá, milyen egyszerűen regetszel, háztető, szó, dollár, puf, lássam az összes egyszavas stringet. Na hát ez nem megy, hanem én az évek alatt gyűjtögettem össze magamnak pár száz, hát most már talán ezernél nagyobb számú stringeket, amik így, hát tudtam róla, hogy ezek úgy nagyjából egyszavasak, meg kétszavasak is, de ebben most nem is menni bele egyéb élelő. Úgyhogy én most tulajdonképpen ezeket, most így a héten, hogy jött a Drupal hétvége, akkor gondoltam, hogy szállok rá egy kis időt, elkezdtem így átpakolgatni ezekbe a fake, hamis PHP fájlokban. Messze nem járok még sehol, tehát a B betűnek a végénél. Nem tudom, hogy ennek honnan fog ez motivációt meríteni, hogy ennek van értelme. Ha legalább bármilyen más fordítói közösségből a németek fölteszik a kezüket, azt mondják, hogy hello, ez nekünk hasznos, és akkor gyerünk, csináljuk együtt, vagy valami, hiszen PHP fájlt ők is tudnak hegeszteni. Tehát innentől kezdve ez nem Magyarországról szól, ez innentől arról szól, hogy hogyan érjük meg azt az óriási belefektetett effortot, amit a D8, I18, L10N területen annak idén 4 évvel ezelőtt behozott. Úgyhogy én a demót itt be is zárnám, mert ennyit szerettem volna elmondani, és ha van kérdés, akkor tegyék el fel nyugodtan, de azt is elfogadom, ha nincs kérdés, mert igazából nehéz ebben itt okosnak lenni, csak vázolni szerettem volna, hogy engem most ez emész, ez motivál ebben, ezzel foglalkozom jelenleg. Köszönöm szépen a figyelmet, ha nincs kérdés. Ja, Dénes írt, nem túlzol, a kettő gyerek, fürdetés, kinek van kedve éjjel még munka után elfogadni három stringet, vigyorgó smiley. Igen. Már kell fürdetni. De az a fürdetés alatt írja meg a szalami sörét. Ja, igen. Multitask. Még nagyobb fiú. Akkor ezt én csak kihúzom, igaz? Ezt a tévést, ezt ugottam egy csinálni.